Szevasztok srácok, itt ismét Daniel. ez egy spontán videó, láthatjátok se setup, se semmi, mert meg szeretnék osztani veletek egy hát, infót, vagy fogást, vagy ötletet, valami ilyesmit. A lényeg az, hogy ha valakinek J Senki neve mond valamit, egy nagyszerű bűvész, és nagyon jó ötletei vannak, és van egy jó csatornája is, de ha valaki esetleg nem ismeri, vagy, vagy nyelvtudás miatt, vagy valami miatt nem tudja követni az ő kis munkásságát. Megosztott nemrég egy videót, egy ötlettel, amit gondoltam, hogy én is átadok nektek, mert szerintem tök jó. Szerintem tök jó. Ráadásul kezdőknek, meg nem csak kezdőknek, de egy kezdőtükről van szó, azt emelt egy következő szintre, belerakott egy olyan plusz dolgot, amivel szerintem tényleg javított egy kicsit a trükkön. Az alaptrükköt valószínűleg lehetséges, hogy ti is ismeritek, és a megoldással nem is fogok most foglalkozni, bocsánat, ha ez valaki elszomorít, tényleg egy nagyon-nagyon alaptrükről van szó. Az alaptrükk az ugye az, hogy a néző húz egy csomag, tehát húz a csomagból egy lapot, azt visszadugja, és ezután a bűvész a háta mögé veszi a paklit, és akkor azt mondja, hogy az ő egyetlen, tehát a néző által hozott lapot megfordítja a csomagba, és akkor mit az Isten, voilà, így a, a nézőnek a, a, a lapja, az meg van fordulva a csomagba. Ennyi igazság szerint. Szerintem ezt ismeritek, ezt a ezt a trükköt, tehát ez egy nagyon alatt trükk. Na most... Ehhez az ötlet, vagyis hát Jay Shanky ötlete az az, hogy ő használja a dobozt, és a dobozzal oldja meg ezt a hátratevős dolgot, mégpedig a következő módon, nézzétek, itt van a csomag, itt van a doboz. Berakom a csomagot, tehát hátát látjuk a hátát, és hogyha ups, átfordítom a dobozt, akkor mit az Isten, nézzétek meg, a kártyák ismét Hátával felfelé állnak. És ezt meg lehet ismételni. Tehát még egyszer, fogom, a kártya, bele a dobozba, bubugom, -bu -bu, átfordítom, és már megint ugye a kártyák normálisan állnak, és akkor itt lehet belerakni egy ilyen harmadik fázist, hogy mondjuk a néző, az kivesz egy lapot. Mi ez? 7-es, és azt nem így, normálisan visszadugja a csomagba, megint jön a doboz, doboz, jó, csak megmutatom, üres, doboz, bele a kártya normálisan, ezt akár a néző is betolhatja, szépen betolja, bezárni nem is kell, a lényeg az, hogy ó, átfordítjuk, és úgy tűnik, mintha nem történt volna semmi, de nézzétek, egyedül ta a nézőnek alapja az van megfordulva a csomagban. És így végződik igazság szerint a, a tük. Ja, ennyi. Ö, szerintem egy baromi jó ötlet, tehát nekem nagyon tetszik, hogy ezt a klasszikus trüket egy ilyen dologgal egy kicsit így föl turbózta, vagy hát belerakta ezt a kis huncutságot, ezt a kis ötletet. Ö, Tényleg, hogyha valaki nem tudja a megoldását, akkor ez egy nagyon alap, nagyon klasszikus trükk, lehetséges, hogy a kommentben is tudnak segíteni a többiek, vagy hogyha ha valaki nagyon szeretné, és jó sok lájkot kap a videó, akkor lehet, hogy csinálok róla egy ilyen mini-tutoriát. Ja. Na, de a lényeg, hogy ennyi, gondoltam, ez egy ilyen kis spontán, gyors videó, ezt így, így megmutatom, vagy elmondom nektek. Ha valaki ismeri a trükköt, akkor már is tudja ezzel a dobozos módszerrel bemutatni újra, vagy mostantól így, mert szerintem, szerintem király. Na, a srácok, köszi a figyelmet, és írjátok meg kommentbe, hogy tetszik el, hogy ilyen spontán videó volt, vagy van, vagy legyen, vagy stb. Vagy hogyha látok mástól ilyen ötletet, akkor azt megosszam-e veletek. Ja, Na, legyetek jók! Szavaztok!